A látszat ellenére egyáltalán nem könnyű betörni Hollywoodba, és akinek összejön, az sem lehet biztos a dolgában. Olyan a nézői kedv, a piac és a sikerrecept, mint az időjárás, folyamatosan változik. Számos olyan alkotás készült az államgyárban, amik nem érdemelték meg a pénzlavinát, mégis özönlöttek rájuk a nézők, elég csak mondjuk a Szürke 50 árnyalatára gondolni. És rengeteg olyan is van, amit kedveltek ugyan a kritikusok, de a közönséget akkor épp hidegen hagyták, így a stúdióknak csalódást okoztak. Keresve sem találhatnánk jobb példát az Uncle emberénél. Szerencsére minden korszaknak vannak szerencsés feltámadásai, vagyis azok a művek, amik a premierjük idején megbuktak, ám a későbbiek folyamán finom kultusz épült köréjük, ugyanis egy másik kor, egy másik generáció, vagy éppen egy másik felület fogyasztói jobban tudták értékelni őket. Ezek közül választottunk ki ebben a videóban 10 olyan különleges filmet, amik noha anyagilag nem teljesítették a hozzájuk fűzött reményeket, az utókor mégis meglátta bennük az értéket, és manapság már kisebb-nagyobb létszámú rajongóbázist tudhattak magukénak, minket is beleértve. Aki egy picit is szereti a karácsonyt, az minden bizonnyal találkozott már az ünnepi filmek kihagyhatatlan darabjával, a Frank Capra által rendezett Az élet csodaszéppel, amelyben James Stewart elkeseredett karakterét emlékeztetik arra, hogy érdemes élnie és hiánya nagy nyomot hagyna a környezetében. Olyan örök igazság és kortalan tanács ez, amiért nem lehetünk elég hálásak Caprának és Stewartnak, akkoriban jóval kevesebb dicsérettel kellett beérniük az alkotóknak. Vegyes kritikákat kapott, és a bevételei is kiábrándítóak voltak. Az élet csodaszép akkora bukás volt, hogy Capra produkciós cége a Liberty Films csődbe ment, és csak évtizedekkel később, 1974-ben változott meg a helyzet, amikor a film szerzői joga lejárt. A közkincsé vált, és így licensz, illetve jogdíjak nélkül sugározható alkotás új életre találta a televíziós közvetítéseknek köszönhetően, és a karácsonyi klasszikusok között találta magát. Manapság már sorozatot faragnak az Amazon Prime-ra, és Denis Villeneuve olyan színészekkel készített folytatást hozzá, mint Ryan Gosling, Dave Bautista és Ana de Armas, de mindezek eltűnhettek volna az időben, akár a könnyek az esőben, ha az 1982-es szárnyas fejvadász nem éli túl a bukást. Ridley Scott sci-fi drámája hiába készült el Han Solo és Indiana Jones megformálójával, Harrison Ford sztárereje sem segített abban, hogy a 30 millió dollárból forgatott film kétszer-háromszor annyit hozzon vissza a pénztáraknál. A 6 milliós nyitás nem sok jóval kecsegtetett, és végül a 41 milliós végeredmény sem adott sok okot a mosolygásra. A feltételezések szerint más aktuális nagyágyuk, mint például az E.T., a Star Trek 2 Khan haragja és a dolog vonták el a figyelmet Rick Deckardról. A film öregedésével aztán egyre többen ismerték fel, hogy Philip K. Dick 1968-as Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal című regényen alapuló szárnyas fejvadász egy korát megelőző remek mű. Bár Christopher Lambert számos filmben szerepelt eddigi pályafutása során, karrierjének két legnagyobb sikere egyértelműen az 1986-os Hegylakó és a 95-ös Mortal Kombat. De Connor McLeod nélkül talán Raident sem játszhatta volna el, és az első Budapest Comic Conon sem üdvözölhettük volna sztárvendégként, szóval a színész sokat köszönhet a Halhatatlan Harcosnak. A fantasy akciókaland sorsa azonban majdnem megpecsételődött a bemutatásával, hiszen 19 millió dolláros költségvetését sem tudta visszahozni, nagy nehezen jutott csak el 13-ig. Ráadásul vegyes kritikákat is kapott. Mindezek ellenére is a popkultúra szerves részévé tudott válni, megágyazott egy franchise-nak, és a Queen-re is hatást gyakorolt. Brian May-t például az inspirálta a Who Wants to Live Forever megírására, hogy látta a Connor és felesége Heather közti szerelmi jeleneteket. Ebben is nagy szerepe volt a házimozis forgalmazásnak. Ha felmentek az IMDb top 250-es filmes listájára, mit találtok a legelső helyen? Bizony, Frank Darabont 94-es Stephen King adaptációját, amely minden idők egyik legszebb története a barátságról és az emberségről. Ám a premierkor még nem volt ekkora visszhangja, és a mozikat sem rohamozták meg azért, hogy láthassák Morgan Freeman és Tim Robbins börtön históriáját. Sőt, a 25 millió dollárból készült dráma az Egyesült Államokban 30 millióig sem jutott el, világszerte pedig jó szerint tudomást sem vettek róla. Aztán egy évvel később nagyot fordult a kocka, amikor 7 Oscar-díjra jelölték, Darabont szerint ez volt a fordulópont a projekt életében. Egyre többen fedezték fel maguknak a filmet, a szájhagyomány pedig olyan erős volt, hogy az újabb bemutatók, ismételt moziba küldések és a masszív VHS-es eladások miatt szárnyalni kezdett a remény rabjai.
A közvélemény piedesztára emelte, Darabont pedig két további King-feldolgozással is jelentkezett később, a Halálsoronnal és a Köddel. Ez a film joggal szerepelhetne a legnehezebben összejött produkciók toplistáján, ugyanis több mint 25 éven át igyekeztek tető alá hozni Hunter S. Thompson regényének megfilmesítését. A 70-es években még Jack Nicholsont és Marlon Brandot próbálták megnyerni hozzá, majd Dan Aykroyd és John Belushi következett. Végül a 90-es évekre Johnny Depp és Benicio del Toro kerültek a producerek látóterébe, velük aztán végül jól óra tettek. Nem úgy a büdzsével, mivel az eredeti 5 millió dolláros terv közel négyszeresére körülbelül 18 millióra duzzadt. Nem is lett volna ezzel baj, ha a kasszáknál megfelelően teljesít, ám a Félelem és reszketés Las Vegasban akkoriban nem találkozott a nézői igényekkel, amit a 11 millió dollárt sem elérő bevétel hűen tükröz. Mint a videó többi címének, úgy Terry Gilliam rendezésének is a DVD megjelenés jelentette a mentővet, az otthonokban megfordulva kultikussá vált Raoul Duke és Dr. Gonzo drogtúrája. A The Iron Giant, avagy Super Haver akár Disney alkotásnak is tűnhetne, és nem is alaptalanul, hiszen a rendező Brad Bird legtöbbször a Disneyhez tartozó Pixarnál alkotott, pedig a Warner Bros. Felelt érte. Az egy robot és egy kisfiú barátságát csodálatosan, érzelmesen és látványosan bemutató, a filmipar egyik legszebb befejezésével rendelkező animációs film megvalósítása nem kevés összeget emésztett fel, de a végeredményt látva a 70 millió dollár minden egyes centje megérte. Csak hogy Amerikában mindösszesen 23 milliót kapart össze, a világ többi részén pedig szinte be sem mutatták, így gigantikus bukás lett belőle, amit Brad Bird aztán a szintén meg nem értett Holnapolisszal is elszenvedett 2015-ben. Az elemzők a rossz időzítésnek és a közönség bevonására tett kísérletek sikertelenségének tulajdonították a dolgot, jól megérdemelt kulcs státuszát így is sikerült kiharcolnia magának az évek során. 2015-ben pedig a rajongók legnagyobb örömére megjelent a felújított és kibővített változat, a Signature Edition. A klub első szabálya egy szót sem a harcosok klubja gyenge bevételeiről. David Fincher különleges drámája, amely joggal van ott minden filmes fordulatokkal foglalkozó listán, ugyanis nem teljesített túl jól a premierkor. Több mint 60 millió dollárból készítették, és 11 milliós bevétellel nyitott. A stúdió szempontjából a legfontosabb piacon az amerikain összesen 37 milliót tudott összeszedni, és csupán a nemzetközi bevételeknek köszönhetően nem lett belőle minden idők egyik legnagyobb anyagi kudarca. Az Élet csodaszéphez hasonlóan aztán a DVD megjelenéseknek köszönhetően lett egyre népszerűbb, az évek alatt pedig kiérdemelte a kultikus jelzőt. 10 évvel később a The New York Times korunk meghatározó kultfilmjének nevezte, manapság pedig nem hiányozhat egyetlen cikkből sem, ami Brad Pitt, Edward Norton vagy David Fincher legjobbjaival foglalkozik. A Donnie Darkot majdnem kábel tévére száműzték a mozik helyett, mivel 2 évvel a Columbine középiskolai mészárlás után aggodalmat keltett az, hogy a 10 évesek öngyilkosságát népszerűsíti. Végül a Newmarket Films és az IFC Films mentették meg, majd az Egyesült Államok 58 moziában volt látható. A film azonban alig kapott reklámot, és a repülő szerencsétlenséget ábrázoló felvételeket tartalmazó tréler sem sült el túl jól a 9-11-es támadások után, ezért nem meglepő, hogy a 6 milliós büdzséből készült pszichotriller pusztán 110 ezer dollárral nyitott és katasztrofálisan teljesített, alig lépte át a 7 milliót összesítésben. A rendkívül alacsony ismertsége ellenére egészen jól fogyott VHS-en és DVD-n, így mire a rendező Richard Kelly évekkel később előállt a Director's Cut-tal a teltházas fesztiválok közönség előtt, már egy kisebb kultusz övezte a filmjét, amely azóta minden egyes évvel erősödik, köszönhetően többek közt Jake Gyllenhaal ázsiójának is. A képregények és videójátékok rajongójaként nehéz beletörődnünk, hogy a nézők nem fogadták kirobbanó lelkesedéssel Edgar Wright geekekhez intézett szerelmes levelét, márpedig Brian Lee O'Malley különleges képregényének adaptációja nem lett kasszasiker, hiába vonultatott fel olyan ismert arcokat, mint Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick és Brandon Routh. Scott Pilgrim 60 millió amerikai zöldhasúnak köszönhetően találkozhatott össze Ramona Flowers-szel és 7 ördögi exével, de globális mozis pályafutásának végére az 50 milliót sem hozta vissza. A kritikusok azonban kedvelték Wright feldolgozását, és idővel egyre több néző szeretett bele a vizualitásba, a szereplőkbe, a zenébe és a komikus hangulatába, így a Scott Pilgrim a világ ellent már nevezhetjük kultikusnak.
A Dredd bírót megalkotó John Wagner és Carlos Escarra valószínűleg nem gondolták volna, hogy Hollywood ilyen nehezen fog boldogulni a posztapokaliptikus művükkel, pedig a Megacity-ket felügyelő bírák koncepciója két emlékezetesebb filmváltozatot tud csak felmutatni. Az egyik a bűnös élvezetnek számító 95-ös változat Sylvester Stallone-val, a másik pedig a 10 éve bemutatott verzió Carl Urban-nel. Ikonikus karaktere, szikár főszereplője, a közönség kedvenc The Raid-re hajazó sztoria, az egyhelyszínes, de kreatívan megoldott háttere, a kíméletlen akciózása és a megbízható szereplő gárdája ellenére érthetetlen módon még a visszafogott 50 millió dolláros költségvetését sem tudta összekalapozni. Amerikában például csak 13-at termelt, pedig a Lionsgate-nek nagy tervei voltak vele, franchise-t akart. Azóta egy egyre népesebb és kitartó rajongótábor mutat rá szüntelenül az erényeire és követeli hangosan, hogy legyen folytatása, szóval halvány a remény, de legalább van. Bővítenétek még valamivel a listát? Nyugodtan tegyetek meg lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!